Berta Tíme a Fodrász üzlete 9 éve működik, 2 éve pedig a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum duális partnereként diákokkal is foglalkozik. Én elvégeztem egy szakoktatóit az ipari kamaránál, és tavaly januárban volt az első 2 diákom, akik idén sikeresen vizsgát tettek, mind a kettőnek már saját szalonja is van, és akkor most 3 tanulom van január óta, akik jövőre fognak vizsgázni. A diákok a munkát először babafejeken végzik. Mindenféleképpen a babafej az, ami a leválasztások, a kifésülés, a hajszárítás, és akkor szépen lassan felépítjük ezeket, hogy hogyan. És akkor egy idő után már élő fejeken, modelleken szépen fel van építve egy rendszer, ahogy tudunk haladni. A hölgyeknél manapság népszerű például a szőke, világosított hajvég és a melírozás is. Volt egy időszak, amikor jobban ezek a vörös színek, meg az élénkebb színek, most a szőke, de igazándiból most inkább már a meleg árnyalatok, régen inkább ez az ezüstös szőke, meg a hideg árnyalatok, most inkább a hölgyek a meleg árnyalatok felé mennek. Férfi hajvágásban is azért nagyon sokat változott a divat, úgyhogy hát mindig követni kell, és oktatásokra kell járni. Nekem is, én Pestre járok oktatásra, mindig követni kell a divatot. Tehát annélkül nem lehet, hogy nincs oktatás. A férfiaknál is érdekes trendek figyelhetőek meg. Népszerűnek számít például a daljárulás is. Ez is egy új újdonság. Régen nyilván a régi divatban ugyanúgy volt dajerolt haj a férfiaknál, meg volt malírozva, most újra divatba jött, tehát egy kicsit lecsengett, és most újra divatba jött a férfi malír, meg a férfi dajer. Bóvári Viktória január óta tanul a fodrászatnál. Úgy, ahogy a főnök asszony is mondta, először elkezdtük a babafejekkel, és akkor úgy szépen felépítettük. Most én teljesen nulláról indultam, nekem ez az első évem így fodrászként, hogy ebben dolgozok, vagy ezt tanulom, tehát nekem teljesen a nulláról kellett ezt felépíteni, és azért egész jól megy. Az üzlet vezetőjének célja, hogy a jövőben is minél több fodrász tanoncot oktasson, hogy aztán belőlük sikeres szakember váljon.